Óvatosan, tolatva közelíti meg a teherautó a nyíregyházi állatpark bejáratát. A benne utazó három leopárd cápa a szükséges karanténidő letelte, és egy kötelező állatorvosi ellenőrzést követően már el is foglalhatta új lakóhelyét a Jégvilág akváriumában. A rotterdami állatkerttel mondhatjuk úgy, hogy több évtizedes kapcsolatunk van. Akváriumi állatok cserében, információ cserében, oktatásban, és hát náluk egy felújítás miatt azt a medencét, ahol a leopárd cápák éltek, azt ők le fogják kereszteni, föl fogják újítani, és kerestek az állatoknak új lakóhelyet. A természetben puha testűeket, csigákat és rákokat is fogyasztanak, állatkerti körülmények között pedig főként kagylót és halat kapnak. A velük egy akváriumban élőknek viszont nem kell izgulniuk, hiszen a gondozók figyelnek arra, hogy a leopárd cápák jól lakottak legyenek, így nem jelentenek veszélyt a többi medence lakóra. Habár a faj a Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint nem fenyegetett, lassú növekedése és kis helyre korlátozódó vándorlási szokásai miatt könnyen túlhalászható. A három cápa érdekessége az, hogy mindannyian 20 év fölöttiek, a nőstény 22 éves, a két hím pedig 26 éves. Jelenleg nem nagyon tudjuk, hogy a természetben, illetve akár állatkertekben meddig élnek ezek az állatok. Jelenleg folynak a kutatások arról, hogy mi lehet az átlag életkora, az élettartalma a cápáknak. Egy érdekesség például, hogy a grönlandi cápa faj esetében a hallócsont vizsgálatból kiderült az, hogy egy egyed, amelyeket kifogtak, az majdnem 500 éves volt. A leopárd cápák Észak-Amerika nyugati partjainál élnek, a hidegebb vizeket kedvelik, és jellemzően nem úsznak ki a nyílt tengerre. Könnyen felismerhetőek karcsú testükről és fekete nyeregszerű mintájukról. Általános elnevezésük a testükön látható nagy foltokból származik.